legyen szíves egy megkeresést küldeni részünkre, leírni röviden a problémát. Fogadja a hívásokat, szervezi a munkát Csóti Henrietta. A három gyermekes édesanya támogatott munkavállalóként kezdte a karrierjét a szexádi cégnél. Egy pályázati forrásból megvalósuló programon keresztül került a vállalkozáshoz közel 3 évvel ezelőtt. Nagyon örült a lehetőségnek, ugyanis 12 évig nem dolgozott. Főállású anyaként a gyermekeivel foglalkozott, és utána nem tudott elhelyezkedni. Gyásról visszatérő édesanyaként vettek be a programba, és így körülbelül azt mondhatom, hogy októberben kerültem be a programba, és decemberben felhívtak, hogy most van egy lehetőség egy cégnél, ahol pont erre a munkakörre keresnek álláskeresőt. Henriettát azóta irodavezetővé léptették elő, és határozatlan idejű szerződést kötöttek vele. A vállalat csövek, bontás nélküli helyreállításával foglalkozik, és 14 embert alkalmaz. Molnár Attila ügyvezető igazgató azt mondja, amint tudomásra jutott, hogy bértámogatással új embereket foglalkoztathatnak több mint fél évig, azonnal beadták az igényüket. Henriettával pedig nagyon elégedettek. Egy meghatározó eleme, ha lehet így fogalmazni a cégnek. Rettenetesen meg vagyunk vele elégedve. Cégünknél mi azt kínáljuk minden egyes újonnan ide kerülnek, hogy a rendszerünkön belül előrelépési lehetőségek is vannak. A projekt célja az volt, hogy javuljon a foglalkoztatási helyzet a térségben. A programmal 394 főt segítettek munkához, amivel felülmúlták az eredetileg kijelölt célszámot.